Olvastam nemrég egy cikket a protonpumpa gátlókról. Ez nem a Millennium falkonnak az egyik alkatrésze, ez a protonpumpa, hanem ezt a gyomorfal sejtjei termelik, És ez a gyomorsabbnak egy része, vagy a legutolsó lépése. És nagyon sok embernél ez panaszt okoz, ugye a gyomorsabb túltengés, és erre úgynevezett protonpumpa gátló gyógyszereket szednek az emberek amelyek nagyon hatékonyak, teljesen nulláig képesek lecsökkenteni ennek a protonpumpa nevű enzimnek a termelését. A gond az ugye, hogy ha nulla, akkor, ez akkor nincs, nincs gyomorsabb. Tehát az emésztés nem tudja a feladatát ellátni, és amikor az ember abba hagyja ennek a gyógyszernek a szedését, mert már nincs a panasz, akkor 36 órára van szükség a szervezetnek ahhoz, hogy új protonpumpát kezdjen el termelni. És általában túltolja, mert érzékeli, hogy kevés van belőle, és erre a túltolt protonpumpa mennyiségre megint elkezdi az ember szedni ezt a gyógyszert, és ez egy ilyen örökös ilyen hullámvasút leföl leföl, és ez hosszú távon komoly károsodást okoz minden ember szervezetében. Ezzel szemben van egy olyan dolog, hogy süngomba, oroszlás gomba, eredeti nevén majomfejgomba, hericium, erinaceus latinul), amelyik az idegrendszeri betegségeken túl nagyon jól hat mindenféle emésztéssel, a bérrendszerrel összefüggő problémára is nem toltó semmit, nem csökkenti le a protonpumpát nullára, egyszerűen úgy hat, hogy nem ég a gyomrod, és nincsen refluxod, és nem marja föl a gyomorsava, a nyelőcsövednek az alját, vagy a gyomorfalat. Azok, akik Romániában élnek, rossz hír, hogy ott a hatóság visszavonja ennek a készítménynek a forgalmazási jogát, bizonyára nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet az, hogyha az embereknek rendben van az emésztése és a gyomra, de mindenki, aki Európában és nem Romániában él, válaszza szerintem inkább ezt, mint hogy gyógyszerekkel csinálja ezt a hullámoztatást, ami aztán hosszú távon kinyírja a gyomorfalnak a sejtjeit. Még azt szeretném elmondani, ha bárkit érdekel, bármi, amit én ajánlok, akkor ne hozzászólást írjon, mert az, arról nem is mindig értesülök, hanem nyugodtan írjon nekem egy üzenetet, mert akkor legalább szól a Facebook, hogy egy üzenetet kaptam, és akkor arra tudok reagálni, de ezek az üzenetek, mikor már ilyen több száz van, egyszerűen nem is találom meg. Van úgy, hogy hetek múlva veszem észre, hogy jéjt, valaki írt egyet, kérdezett egy valami. Úgyhogy forduljatok hozzám bizalommal, segítek, senkinek nem ajánlok olyat, amiről nem tudom azt, hogy jó, és különben is úgy döntesz, ahogy akarsz, az, hogy én mit ajánlok, az egy dolog, te döntöd el, hogy elhiszed-e vagy nem.